Csak nem 30 éve fűzi egymáshoz testvérmegyei kapcsolat Szabolcs-Szatmár-Bereg és a székelyföldi Hargita megyét. Péntek délelőtt Nyíregyházán a megyeháza dísztermében értékelték a közelmúlt közös eredményeit. Az eseményen nagy hangsúlyt kapott a vallási turizmust érintő kapcsolatok erősítése. Olyanfajta tapasztalatcserét, olyanfajta konferenciát szervezünk, ami hasznos lehet a megyében működő önkormányzatoknak, települési önkormányzatoknak, illetve a két kegyhelyet is igyekszünk összekötni, Máriapócsot, mint nemzeti kegyhelyet, illetve Csíksomlyót, és ezt kölcsönösen promotálni, bemutatni, népszerűsíteni a székelyek körében Máriapócsot, illetve megyei lakosok körében pedig még inkább Csíksomlyót. Jelenleg összesen 15 Hargita és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település között van testvértelepülési viszony. Mint azt a Hargita megyei tanács elnöke elmondta, a kulturális kapcsolat nagyon mély és szerteágazó. A határon túli közlekedési feltételek javításával pedig a kereskedelmi és a gazdasági kapcsolatok is egyre erőteljesebbé válhatnak. Abban bízom, ahogy az Románia is, ha csak csigalassúsággal is, de építi az autópályát, úgy egyre közelebb fog kerülni a két megye, és valószínűleg, hogy nagyon sok újabb területeken tudunk együttműködéseket létesíteni, és itt elsősorban a gazdasági életre gondolunk, hisz ha ma valaki eljön hozzánk Székelyföldre, Hargita megyébe, bemegy egy üzletbe, én garantálom, hogy minden második termék magyar feliratú címkével van, mert az valonat innet van Magyarországról, úgyhogy azt gondolom, hogy gazdasági szempontból is egy nagyon fontos cselekereskedelem, nagyon fontos gazdasági kapcsolatrendszert tudunk megépíteni. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára kifejtette, a civilek összefogása a mostani háborús krízis helyzetben mutatkozott meg igazán. A politikus kiemelte, Kárpátalján és Erdélyben is számos támogatás segíti a nemzeti kisebbségeket. A közösségi összefogások adják a civilségnek a lényegét, és a kormány az elmúlt években azt mutatta meg, hogy partnerségben működik a helyi közösségekkel. Az elmúlt 12 évben a politikánk lényege a helyi közösségek megerősítése volt, annak érdekében, hogy maguk a közösségek legyenek képesek arra, hogy különböző szolgálatokat vállaljanak. Legyen a szociális szolgálat, kulturális szolgálat vagy köznevelési szolgálat. Az államtitkár hozzátette, a kormány az elmúlt években csak nem 10 milliárd forintot fordított ezeknek a szolgálatoknak a kiteljesítésére. A törekvés pedig az, hogy a jövőben valamennyi határon túli társadalmi szektorral tovább erősödjön a kapcsolat.